Önök a Kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. 3 év szünet után folytatódott a léleképítő sorozat, amelynek vendége ezúttal Fanándor vitorlázó, hajótervező volt, aki élete során 4 hajót épített és 5-ször vitorlázta körbe a földet. Azt mondja, ezek az alkalmak egyrészt segítettek önmaga jobb megismerésében, de legalább akkora szerepet játszott minden egyes útban a technikai vívmányok kipróbálása. Minden út egy kihívás volt, és minden út változtatott rajtam, a világról kialakított képemen, ha tetszik, a hitrendszeremen, mondta Fanándor, aki 5-ször szelte át a földet. Amikor először útnak indult a Szent Jupáttal, még Magyarországon 3 évet kellett várni 2 nyugat-európai út lehetőségek között, már ha megkapta az ember az engedélyt. Ehhez képest Fanándor számára kinyílt a világ. Gyakorlatilag az az út volt az, ahol kvázi nulláról indult az egyetfejlődés. De álltunk valamilyen szinten, mint sportemberek, de hát azért az egy ilyen hazai átlagos sportoló szellemi, kulturális és egyéb igényének megfelelő szinten állhattunk. Nyilván érdeklődésben több volt ennél, de szintnél nem nagyon, és ehhez képest kiszabadultunk a nagyvilágba. És nagyon is értő ésszel és látó szemmel mentünk, és hihetetlen sokat változtatott rajtam az első út, de szerintem mindkettőnkön. Utána még a további útjaim is sokat változtattak, de a legdrámaibb változás az első út után volt, amikor hazajöttem, nagyon más ember voltam, mint amikor elmentem. Szemléletem a világról, értve ez alatt az ember alkotta világot, értve ez alatt az univerzum, mint olyan, és értve ez alatt önmagamat, aki ebben az egészben el akarta helyezni magát. Tehát itt Magyarországon, abban a világban beszélünk szocializmusról, egy elzárt kultúra, egy rendkívül, hogy mondjam, szigetelt, töltsérén át nyújtott információs halmaz, aminek nagy része nyilván nem volt igaz, és ezt az ember addig nem tudja, amíg nem megy ki innét. Azt sejtettük, hogy baj van, de hogy mekkora, az csak akkor derült ki, amikor a nagyvilágot kicsit kinyitottuk magunknak. És hát ez volt az út minden értelemben, ami az értelmünket és a szemünket és a filozófiai lényünket és mindent kinyitott. Hát ebben benne van az én saját egyetfejlődésem, és benne van a világról alkotott képem egyaránt. Nagyon sokáig volt csak a vallás az életemben, és a hit csak jóval később jelent meg. A kettő pedig majd 40 évesen kapcsolódott össze bennem, mondja. Olyan családban nőttem föl, ahol a szüleimet, bár a rendszer megpróbálta a hitükben megrendíteni őket, ez nem sikerült. Hát olyan egyszerű emberek voltak, hogy nem volt velük mit tenni, az életüket nem akarták nyilván elvenni. Ehhez képest nem tudtak velük mit kezdeni, 4 fiú gyerek. Egy iskolába jártunk, az igazgatónak, tanárőnek nem tetszett, hogy mi első áldozni is járunk, és sok mindenre, de hitt arra. Ennek megfelelően mi kifejezetten vallásosnak neveltettünk, abban az időben minden olyan fórumot megjártunk, ami ahhoz kellett, hogy egy normális vallásos emberé váljunk. De hát nekünk, mint fiatal embereknek ez nem igazán töltötte ki az érdeklődésünket, mert hát a saját eszünkkel is láttuk a rést, és éreztük, hogy ez így magában véve nem elég, és később, amikor elkezdtem már hívővé válni, és hittel, értelemmel közelítettem meg a világot, akkor eleinte csak a hithez közelítettem, és különböztettem meg a vallástól, aztán később ezt a kettőt össze tudtam kapcsolni. A látszat ellenére Fanándort nem a kalandvágy és nem is az ismeretlen felfedezése hajtotta újra és újra vissza a tengerekre. Sokkal inkább hajós emberként a technika fejlődésének és ebben saját lehetőségeinek felfedezése. Én alapvetően hajótervező, építő és vitorlázó vagyok, tehát engem, amikor már később visszahívott az óceán, mindig is úgy hívott vissza, hogy egy komplex teljesítményként, tehát tervezőként, hajóépítőként, megvitorlázóként teszem magam próbára a világ legjobb jövővel szemben. És ez engem, miután egy nagyon kreatív pali vagyok, újra és újra visszahívott, mert mindig éreztem, hogy ennél sokkal többre vagyok képes, minden értelemben. Tehát ebben a technika is benne volt, a technológia is benne volt,
eszméletlen sebességgel fejlődött ez a bizonyos technológia, a műholdas technológia, a digitális technológia, amit én nagyon szívesen megtanultam még, és beépítettem a saját teljesítményeimbe, úgy tervezőként, építőként, mint vitorlázóként, és mint egy digitális navigátorként, ez nekem mindig újat, nagyon-nagyon sok újat adott. És hogy őszinte legyek, még most is ott van az asztalomon egy kész hajóterv, és még mindig a fejemben van az a nyitottság, hogy én az újnál újabb technológiákat megtanuljam, és újra próbára tegyem magam, és része legyek a fejlődésnek. Tehát sokkal inkább ez a technikai, technológiai fejlődés volt az, ami kivitt, és nem a kalandvány. Akkor nem a hullámokat akartam megismerni, hanem azt a fejlesztést, ami kiviszi oda az embereket, és ahogy ott viselkedünk. Hát az első út és az utolsó útam közötti háromszoros sebességkülönbség van, és ez nem csak hajósebesség. Ebben nagyon sok minden van benne. Úgyhogy ez vitt vissza mindig is, és vinne vissza még mindig, ha az életembe beleférne. Ez egy véget nem érő folyamat, nehogy az így, hogy az ember öt út alatt megismeri önmagát, vagy a világot. Hát, én még másik ötöt ki tudnék tartalommal tölteni. Ha az ember nyitott szemmel, nyitott elmével jár el a világban, akkor ennek sosincs vége. Egy-egy előadásnak nincs előre megtervezett forgatókönyve, mondja. Én mesélek, mert azt gondolom, nagyon másképp látom a világot, mint ahogy a hallgatóság jelentős része. Amire kíváncsiak, megkérdezik, én meg elmondom a véleményem. A legfontosabb az interakció, és ettől lesz minden előadás egyedi és újszerű. Tizedik alkalommal került megrendezésre Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban a Fedorka Sose Volt Versnap. A szavaló versenyen 104 gyerek szavalhatta el kedvenc versét a háromtagú zsűri és a közel 400 fős közönség előtt. A megmérettetésre határon túlról is érkeztek versenyzők. Az idén tizedik alkalommal megrendezett Fedorka Sose Volt Versnap nyitóhangja Gyarmati Jázmin volt, aki a Magyarország című dallal kápráztatta el a közel 400 fős közönséget, ma Csizmazia Ferencné szervező és Csillagni Szántó Polixéna önkormányzati képviselő, a Fedorka Sose Volt Versnap fővédnöke mondott ünnepi beszédet. A vers szeretetének igen nagy szerepe van az életünkben. Kodály a zenéről mondta, hogy zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. Úgy gondolom, hogy versek költészet nélkül is lehet élni, de nem érdemes. Csillagné Szántó Polixéna elmondta, hogy az alapítvány idén elnyerte a kiváló akkreditált tehetségpont címet, amit a Magyar Tehetségszövetség ítélt oda. A verseny célja, hogy lehetőséget nyújtson a találkozásra az ország és a határon túl élők átfogásával azon fiatalok és tanáraik számára, akik szeretik az irodalmat és a verseket. De a tehetséggondozáson túl szeretnék a fiatalokat bevonni a szervezési és a lebonyolítási munkálatokba is. S ha épp az árul el, kit életemmel fedeztem én, s ha tulajdon fiam tagad meg, s ha nem 30 ezüstért, de egy rongygarasért adnak el engem barátaim, s ha megcsal a reménység, s ha kudarcaim térdre kényszerítenek, és elátkozom már, hogy megszülettem, s ha csak a bosszút hízlalja a hála híveimben, akkor sem mondom, hogy nem érdemes. Körösi Róbert elmondta, hogy erre a versenyre egy Vihar Béla és egy Garai Gábor verssel készült. Azért is, mivel szerintem úgymond ez a mindennapokról is szólhat, és ugye ez a vers inkább a becsapásról szomorú témákat elevenít fel, és szerintem ez egy... Tehát ez egy olyan témájú vers, ami tényleg ilyen szomorú hangvételű, és ez engem nagyon megérintett. Azt is elmondta, hogy elsős kora óta jár versenyekre, évente 5-6 alkalommal is, de ezen a szavaló versenyen most vett részt először. Wigman Alfred, Radnóti és Nívó díjas rendező volt a zsűri egyik tagja, aki kiemelte a kortárs körtök fontosságát.
Gyakorlatilag a világ és a magyar irodalom bármely verse szóba jött, amik szép, értékes és fontos üzenetet hordoz, illetve hát általában azokat a verseket választják a gyerekek, ami az ő szívüknek kedves, és hát az az ő korosztályuknak megfelelő ifjúsági attitűdet fogalmaz meg, vagy a szerelmet, vagy hát ezeket a nagy toposzokat, ami az emberi élethez tartozik. Itt most ugye a szabadon választott, az, mint azt jeleztük, ugye a pillanatnyi kedvenc vers, amivel hát itt vagy a tanulmányok során, vagy szülői behatásra, vagy egy jó pedagógus behatására választ ki, vagy hát ő megkap egy verseskönyvet karácsonyra, és olvassa, és azt mondja, ja, ezt én szeretem. Tehát így történik a kiválasztás, illetve azt ösztönzi a verseny, hogy kortárs költő legyen, hiszen nagyon fontos, hogy a kortárs költészet ott legyen a ajkainkon, a szívünkbe, mert hiszen ők, a kortársak felelnek a mai helyzetre. Tehát ugye a régi klasszikus költők fontos emberi pillanatokat fogalmaznak meg, ők pedig a ma életet ugye viszik át, sűrítik egy-egy versben, hiszen a versek maguk is sajátos sűrítmények, a megélt élet hát sajátos elrendezése és azoknak a pillanatai és hangulatait igyekszik egy-egy vers rögzíteni. És amikor a gyerekek ezt megtanulják, akkor ebben a világban egy sűrített, hogy mondjam, csak összpontosított gondolat mentén tudják megfogalmazni a világukat, illetve hát ami a legfontosabb, saját magukat. A kisebb versenyzők inkább kedves és vidám verseket választottak, míg a kamaszok szívesebben fordultak a komolyabb hangvételű költemények felé. Az idei megmérettetésre 87 településről 307 nevezés érkezett, ebből 117 gyerek jutott be az országos döntőbe. A 117 versenyzőből 104-en érkeztek, illetve jeleztek vissza számunkra, hogy szívesen részt vesznek a döntőben, illetve nincsen semmiféle akadályuk. Úgyhogy nagy örömünkre szolgált, mert a regisztráció azt igazolja, hogy szinte mindannyian megérkeztek hozzánk. Ami még egy nagyon fontos információ, hogy az idei évben már határon túlról is, sőt, tavaly évben is már érkeztek hozzánk határon túlról is jelentkezések. Ugye akkor a pandémia eltörölte annak a lehetőségét, hogy ők ellátogathassanak hozzánk. Ma azonban megérkezett a kolozsvári versenyző is, illetve felvidékről is jöttek hozzánk. Négy korcsoportban zajlottak a versmondások. Hát igyekeztünk arányosan meghívni a vendégeket, illetve hát a versenyzőket. Így a legkisebb korcsoportban, tehát a Fedorka első korcsoportban 36-an jutottak az országos döntőbe, de oda talán 70-en vagy 80-an is neveztek. Aztán a Fedorka 2-es korcsoportba 19 versenyzőt hívtunk meg, a Sose volt 1-es korcsoportba hívtunk meg 24-et, ha jól emlékszem, és 26-an kerültek be a legnagyobbak közül. Ugye ez azt jelenti, hogy 7 éves korosztálytól egészen 18 éves korosztályig versenyeznek ma a gyerekek. Minden gyereknek joga van ahhoz, hogy kiteljesítse a lehetőségeinek maximumát, hiszen a tudás bennük van. A mi feladatunk a rejtett kincsek feltárása. Ennek a mottónak az alapján indult útnak 10 évvel ezelőtt, 2011-ben a Fedorka Sose volt versnap országos népszerűsége. Csizmazia Ferencné elmondta, hogy az elmúlt 10 év bizonyíték arra, hogy sok fiatal van, akik évről évre visszajárnak és viszik a rendezvény hírét szerte az országban. Valamennyi versenyző minősítő oklevélben részesült, emellett a szombati nap emlékére kaptak könyvekkel és édességgel teli ajándékcsomagot is. A Digitális Agóra nemzetközi képzőművészeti tárlatot a Magyar Elektrográfiai Társaság és a Babits Mihály Kulturális Központ közösen hozta létre. Az idei tárlatra 169 magyar és 45 külföldi művész küldte be alkotásait. A kiállítás célja, hogy az elmúlt három esztendőben született új, innovatív eljárások és digitális technológiák alkalmazásával létrejött alkotásokat mutasson be. A kiállítás példaértékűen reprezentálja a kortárs képzőművészet és a kortárs kísérleti tendenciák irányvonalait, a digitális eszközök használatával mutatja meg a valóságot. A Digitális Agóra sorozat harmadik kiállításán az eddigieknél lényegesen több alkotást tekinthettek meg a látogatók, mely jelezte egyrészt a szekszárdi rendezvény nemzetközi elismertségét, másrészt a technika modern vívmányainak népszerűségét a képzőművészetben.
A digitális Agora kiállítás előzménye a 6 esztendőn keresztül futó színes nyomat kiállítás volt, mely kijelölt egy utat az utána következő, a digitális világ eszközeit az alkotás folyamatába bekapcsolók számára. A 19. században azért már feltalálták a fényképezést és feltalálták a filmet, egy egészen más technikai eszközzel futotta be azt a küldetését, amely számára adatott egészen a 20. század vége feléig. A 21. századnak a digitális technika az eszközrendszere. De ez éppenséggel csak ez egy eszközrendszer, ami tulajdonképpen, ugye említettem a megnyitó beszédemben, a homo technicus, a fejlődő, a technikai fejlődést használó, a mindennapjaiban kamatoztató ember, hiszen már digitális órák, okos órák és telefonok és okos otthonok veszik körül az embereknek a mindennapi életvilágát, de ezek csak lényegében eszközök, technológiai eszközök. Tehát addig, amíg azelőtt csak festeni lehetett képet, most már lehet a digitális eszközökkel. Mindig megtalálja azt az eszközt, amivel a legjobban, a legkorszerűbben fejezheti ki magát. Láttuk, hogy az elmúlt több ezer évben a művészet mindig megtalálta a módját annak, hogy valamilyen formában, valamilyen eszközhasználattal, de visszatükrözze azt a világot, amelyben élünk. Azt hiszem, hogy a digitális technika ugyanilyen eszköz, egy lehetőség, olyan, mint a vésű, a kalapács, az ecset, vagy akár a korábbi film- vagy nyomdatechnikák, egy sokkal korszerűbb módon, a kor kihívásainak megfelelően, de lényegében az emberről szól, nem is szólhat másról, hiszen az alkotó ember, a homo ludens, mindig is tükröt tart annak a valóságnak, amiben él. 1984-ben jelent meg az a számítógép, amely alkalmas volt arra, hogy a segítségével képzőművészeti vagy tipográfiai alkotások készüljenek. Mindez akkor óriási ugrás volt a grafikai művészet világába. Olyan képalkotásra adott módot, amit azelőtt csak manuálisan lehetett véghez vinni. Van, ahol jobban, erősebben a technika szerepet kap, de ahol, ha csak technikáról szól, azt nem hívjuk művészetnek. Még én nagyon kommunikációnak se nevezném, ugye a művészet is egy kommunikáció, egy sajátos kommunikáció. Itt említettem a megnyitóban, hogy a szabadság nagy betűkkel. Azért a művészet erről szól. Ha ural minket az eszköz, akkor abból nem lehet igazán mély, emberi, azért ez olyan, mint egy vers, nagyon személyes dolgok, alapvetően a művészet. Talán ami ugye ezeknél a műveknél, ezek a technikailag aránylag gyorsan elkészíthetők. Most persze ez sem érték adó, hogy most gyorsan vagy lassan, de mégis van egy ilyen instant jellege. Én azt gondolom, hogy akkor tud ez igazán adekvát, igazán valódi lenni, most művészeti értelemben, igazán olyan dolgokról szólni, ami egyrészt egy egyénnek a szubjektumán átszűr, de mégis valahol mindenki más számára is érdekes lehet. Mert ha nem érdekes, akkor ugye megint ez a kommunikáció. Tehát akkor lehet, hogyha ez csak megmarad egy eszköz, egy olyan eszköz, aminek megvannak a lehetősége, amit megismer a művész, amit jó értelemben vett, kihasznál, kialakítja, sokszor ezek évtizedek munkája, hogy látok egy képet, de ez mögött ott van mondjuk 20 év. Tehát, hogy azt a sajátos nyelvet, mert ez is egy nyelv, ugye mondtam, hogy kommunikáció, amivel ő tényleg hitelesen tud a közönséghez szólni. Nem kell fetisizálni a technikát, mondja Gyenes Zsolt. Egy a lényeg, hogy a technika ne uralkodhasson az ember felett. Nagyon sok grafikus programot meg lehet már venni számítógépeken. Mégsem ugyanolyan produktumot hoz létre az, aki tulajdonképpen alulképzetten használja ezt a programot. A mindennapi életben persze nagyon praktikus, ha van ilyen,
de lényegében azért a grafikus művészek, a tervező grafikusok művészeknek a kenyerét nem tudja elvenni, hiszen ehhez azért kell az a fajta látásmód, az a fajta gondolkodásmód, a technikának a professzionális alkalmazása, és itt a professzionális szeretném aláhúzni. Tehát azt gondolom, hogy a technika az csak egy dolog. Az, hogy hogyan használjuk, az a savoir-faire az, ami lényegében meghatározza majd a műalkotást. És ettől tud ugyanolyan, hogy érvényes eszköz lenni a digitális technika, mint ahogy a véső vagy a kalapács, mert lehet vésővel, kalapáccsal dolgozni mondjuk egy betűvésőnek, és nem lesz belőle Michelangelo. Elhangzott ugye kiállítás megnyitón is, hogy ez a harmadik alkalom, hogy a Nemzetközi Digitális Triennálé Szekszárdnak újra egy olyan elismertséget hoz. Olyan művek és olyan technikák jelenhetnek meg, ami azt gondolom egyedülálló. Egész Dél-Dunántúlon vagy országosan is ez egy fantasztikus és kiemelt esemény a művészetnek. Korábbi években, aki emlékszik rá talán, ez a szüreti napoknak egy nagyon fontos társrendezvénye volt, hiszen akkor ugye több tízezer ember itt tartózkodik városunkban, a művészvilág jelentős alakjai is megfordulnak. Én azt gondolom, hogy újraindulhatott a művészetek házának is az élete, újraindulhattak ezek a fantasztikus kiállítások. Nagyon fontos lenne a város szempontjából is, hogy ezt megőrizzük a jövőnek, a város hírnevét, művészet iránti elkötelezettségét nagyon nagyban segítik az ilyen rendezvények, és amennyiben jövőre újra visszatérhet minden a rendes kerékvágásába, és számos nagyszabású fesztiválnak adhatunk otthon, ez a digitális Agora Triennale, ez a kiállítás egy nagyon magas színvonalú és jó hírnevet hozható rendezvény maradhat a szekszárdiak számára is. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Csurgó Zenekar szeptemberben. Az ünnepi koncertre a Szekszárdi őszi fesztiválon került sor a Béla Király téren. Siklósi Krisztián, a zenekar frontembere a kezdetekről, átalakulásról és további célokról beszél stábunknak. Látok valamit! Jönnek a törökök! Jó hangulatban telt a Csurgó Zenekar 25. születésnapja a Szekszárdi Béla Király téren. A jubileumi koncerten nem csak a színpad előtti tér, de néha a színpad is megtelt gyerekkel. Negyed század, valahogy ha így mondjuk, akkor úgy még olyan fokozottabb ez a hangulat, ami bennünk van és bennünk volt ezen a koncerten. Egy szenzációs ünnep ez, amikor az ember úgy érzi, hogy elér valameddig, elér egy útnak egy szakaszára. És innen még ugye természetesen van tovább, és reméljük, hogy még egy 25 év megadatik nekünk. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan építő jellegű dolog, amikor az ember megnéz valamit, hogy mi történt az életében, és mi az, amit megalkotott, megcsinált, és ráadásul van egy közönség, aki ezt valahogy értékeli, és ennyire sok szeretetet ad. Én azt hiszem, hogy ennél szebb nem is kell. Van egy gyönyörű családunk, mindegyünknek egy szép élete, és egy kiteljesedett munkája. Azt hiszem, ennél többet nem is kell kívánnunk a jó Istentől. A zenekar pályafutása még az előző évezredben kezdődött, emlékezett vissza a frontember, és akkor még nem ez volt az együttes profilja. Hát valamikor 95-ben kezdődött ez a dolog, sőt előtte egy pár évvel, hát mi népzenészek vagyunk eredetileg, a Csurgó Zenekar abba indult, aztán úgy jöttek a tagok, ahogy cserélődtek és jöttek az új emberek, így hozták a másik zenei irányzatot, többfélét, és így ebbe beleszerettünk, és a mai koncerten pedig egy ilyen hatalmas nagy felállással ünnepeltünk, hiszen a Jazz Quartetből ketten erősítették a tagjaink sorát, és még a Virág Antal is itt volt, billentyűn játszott. Én azt hiszem, hogy így valahogy ez a másik irány, ez a népzene, meg ez a mindenféle zene, amit most játszunk, ez valahogy összefér. A mai napig nem tudjuk elengedni a népzenét se, hiszen játszunk, hát szeretünk magyar népzenét játszani, az valahogy a szívünk csücske, de ezzel pedig úgy ki tudtunk teljesedni, ezzel a dologgal, hiszen magunkat adjuk teljesen, a mi zenénk szól, mi találjuk ki, hogy mi történjen a színpadon, nem egy kötött formát játszunk, vagy éppen nem ragaszkodunk az autentikához, a hűséghez, hanem konkrétan az van, amit mi szeretnénk, és mi szeretnénk láttatni magunkból, és azt hiszem, ennek viszont sikere is van. Természetesen van mögötte munka, de ebben a formában nem munkaszerűen állunk hozzá, és nem munkának tekintjük, hanem egy örömnek.
És hogy jött a zenekarnak, hogy gyerekműsorokat készítsenek? Én szerintem nincsenek véletlenek az életben, tehát nem létezik ilyen, hogy véletlen, de ezt úgy kaptuk meg, hogy a Bartina zenekar azt mondta, hogy ők abba hagyják azt, hogy az óvodákban járnak népzenélni és néptánc foglalkozást tartani. Így fogalmaztak, menjenek a csikók. És akkor mi még csikókorban voltunk, és elindultunk a óvodákban néptánc foglalkozást tartani. És ez egy olyan dolog, mint amikor az ember rátalál valamire a séta közben, amit utána mindig megtart magának. És ez tényleg olyan volt, hogy nekünk ez lett az élet értelme, ezek a mosolygós gyerekarcok, és az, hogy nem csak zenélünk nekik, hanem a zenénk által kinyílik egy olyan világ számukra, ami szerintem értékes, és értéket közvetít, és ők pedig a lelkükben és az agyukban természetesen el fogják tudni dönteni, hogy mi lesz a szép, mihez érdemes igazán alkalmazkodni, illetve mit érdemes hallgatni, elfogadni, és természetesen fejlődnek általa. A cél ez, és ezt a célt mindig ott tartjuk a szemünk előtt. De annál magasztosabb célt én elképzelni nem tudok, mint örömet szerezni egy másik embernek. Ez egy szolgálat, és ezt a szolgálatot, ha az ember tehetséget kap a Jóistentől, már pedig minden ember kap, csak meg kell találnia, hogy miben, abban kötelessége szolgálatot nyújtania. Én ezt így élem meg, és azt hiszem a fiúk is a színpadon körülöttem, hogy ez szolgálat. Szolgálunk, amíg élünk. Ennél nagyobb öröm és nagyobb cél nem kell. A koncert végén tortázás és ajándéklufi várta a gyerekeket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!